A nyíregyházi búzatéri piac nem a legforgalmasabb napja a csütörtök, de azért vannak bőven vásárlók. A piacon a zöldség-gyümölcs kínálatból lehet válogatni, és ezek a kiskártyák megmutatják azt is, kitől és honnan került az eladópultra a termék. Gál Erzsébet Gerhard bokorban termel zöldségféléket, paprikát, paradicsomot, padlizsánt. Az asztali címkén látható, milyen növényeket termeszt még. Szeptember 1-től nem csak a piacokon, hanem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által kifejlesztett mobil alkalmazáson és egy internetes felületen is megtalálhatók az őstermelők. A gazdálkodók szerint ezzel is tisztulhat a piac. Szerintem nagyon jó, mert legalább tudják, hogy mit tesznek az emberek, nem a külföldi árut veszik, hanem a magyar terméket veszik. A mobil applikációt az őstermelői igazolványon szereplő 7-jegyű számmal lehet aktiválni. Az alkalmazás erősíti a fogyasztói tudatosságot, és élelmiszerbiztonsági szempontból is fontos, ugyanis nyomon követhető az áru. Egyébként nem csak a fogyasztók, hanem a felvásárlók is használni fogják az adatbázist. A kereskedelmet és az őstermelőt próbál egy kicsit elválasztani, ugyanis eddig összekeveredett, hogy egy őstermelői kártyával azok a kereskedők, akik reggeltől estig a nagyban árultak, elbújhattak esetleg egy ilyen őstermelő mögé. Most már ellenőrizhető lehet az, hogy egy bizonyos területtel rendelkezik ez a úgynevezett őstermelő, akinek ilyen kártyája lesz, és az valóban regisztrál a bevallásokor, hogy egy burgonyát termel, almát termel, fel fogja sorolni, és ezeket az adatokat meg fogja látni a vásárló is. A vásárló megtudhatja azt is, hogy az őstermelőnek van-e érvényes igazolványa. 40 ezer őstermelőnek lesz hamarosan ilyen kártyája megyénkben. Ez az új őstermelői igazolvány jobban kezelhető, mint a papíralapú, és minden adatot tartalmaz. Ingyenesen juthatnak hozzá a gazdák. Akiknek 2015-ben lejárt a régi, már ilyet kapnak szeptember végéig, de vannak, akik itt jövőre cserélik.